Idén jelentős részben jogszabályi változások kezdődnek a hazai agráriumban, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szekszárdon egy szakmai fórum keretében tájékoztatta a mezőgazdasági szakembereket, egyebek mellett az április közepén beadandó egységes kérelmek időszakáról. Itt olyan előadókat hívtunk meg, akiktől első kézből tudnak információt szerezni a gazdálkodók, és át tudják gondolni, hogy az egység április közepéig, hogy az ő gazdaságukra mik azok a vállalások, amiket be tudnak vállalni, és ezzel növelni tudják a területalapú támogatásoknak az összegét. Az eseményen részt vett Horváth István, Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő elmondta, hogy az elkövetkezendő években rendkívül meghatározók lesznek a vidékfejlesztési programhoz tartozó beruházások. Mi itt vidéken élünk, és ahhoz, hogy a vidéknek megtartsuk a megtartó erejét, fontos az, hogy a településeken élő családi gazdaságok, illetve agrárvállalkozások stabil támogatási környezetben tudjanak dolgozni. És ami számomra még nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a támogatási rendszerbe. Horváth István hozzátette, fontos, hogy a fiatal gazdák bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe, mert csak így valósulhat meg a generációváltás, ami meghatározza a települések jövőképét. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, hogy az előttünk álló néhány évben 2891 milliárd forintnyi fejlesztéshez jut az agrárium. Erre korábban még nem volt példa, most úgy van rá lehetőség, hogy Magyarország az uniós forrásokat 80%-os hazai társfinanszírozással egészíti majd ki. A vidékfejlesztési programban, ha valaki nyer egy pályázatot, legyen az akár egy agrárkörnyezet gazdálkodási program, egy kertészeti beruházás, vagy egy precíziós gép vásárlása, ott ha minden pénzt összeszámolunk, akkor azt látjuk, hogy 100 forintonként 80 forint a hazai forrás, és 20 forint az Európai Unióból érkező pénz. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja Magyarország kormányának azt az eltökéltségét, ami a vidék felzárkóztatása mellett tetten érhető ebben a programban. A konferencián beszéltek az agrárökológiai alapprogramról is. Ennek célja, hogy a termelés során a talajt is védjék. Utóbbi az egységes kérelmek esetében is lényeges lesz áprilisban, ezért célszerű felkeresni a falu gazdászokat további információkért.